Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hollik István, kormányszóvivő, a Magyar Parlament országgyűlési képviselő. Szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Úgy látszik, hogy a gyerekek jól vannak, mert kipihentnek tűnik. És akkor folytassuk ott, ahol tegnap abba hagytuk. Az éjszaka folyamán egy kicsit csendesebb volt a városkora hajnalban, amikor jöttem, de azért még érezhetők a buli negyednek a létezése. Van-e valami információja arról, hogy hogy halad a kerület, illetve a főváros valamilyen döntést fog-e hozni e téren? Hát ez abszolút nem kormányzati hatáskör, úgyhogy... De ön a Magyar Parlamentnek a tagja. Hát, és a parlament igen, az országgyűlés mindannyiunkért. Így van, csak nekem az a dolgom, hogy a magyar kormány tartozó ügyeket ismerjem, ez pedig nem oda tartozik, ez kerületi hatáskör. Én remélem azt, hogy az ott megválasztott friss polgármester majd rendet. A kártyában biztos azt mondják, hogy passz, akkor menjünk tovább. Már is értettem a választ, akkor másképp veszünk föl. A korahajnali órákban műsorunk kezdetén Boros Péterné, az MKK szakszervezet elnöke volt stúdiónk vendége. És ha jól értem, akkor ők minden törvény adta lehetőséget ki szeretnének használni. Az annyit jelent, hogy akár majd sztrájkolni is fognak. A tisztviselőkről beszélt, a szociális munkásokról, az orvosokról, és tulajdonképpen, mint az államról, aki a legnagyobb munkaadó. Béremelés ügyében ez már többször is a kormány napi rendjén volt, de egyelőre döntés nem született. Ugye az biztos, hogy több mint 150 milliárd forint áll rendelkezésre a jövő évi költségvetésben béremelésre. Mi nyitottak vagyunk minden tárgyalásra, egyébként a különböző minisztériumok, tehát a szaktárcák folyamatos tárgyalásban is állnak az érdekvédelmi szervezetekkel, egészségügy, oktatás területén, vagy egyébként a területi közigazgatásban dolgozók ügyében is. Reméljük, hogy a következő kormányülésen már megegyezést tud születni. Mikor várható a következő kormányülés? Decemberben természetesen a kormány. Tehát akkor még a kormány nem megy el szabadságra, tehát nem kell aggódni. Lehet, hogy még ünnep előtt valami rendeződik, mert arra panaszkodott, hogy a bíróság a másodfok visszaadta hibák véget az első foknak a témát. Még egyszer mondom, a kormány abban érdekelt, hogy meg tudjon állapodni az érdekvédelmi szervezetekkel a béremelések ügyében. Azt ígérte, hogy az év vége előtt a kórházigazgatók, erről többször is beszéltünk, le fognak adni egy tanulmányt, és önök el fogják dönteni, hogy személyesen mennyire felelősek ők a rossz döntésekért. Pontosabban, pontosítsuk, az egészségügyi államtitkárság készít egy nagy előterjesztést, aminek része az, amiről itt önnel is már többször beszéltünk, hogy... És még sokszor fogunk beszélni, amíg nem oldódik meg. Így van, tehát hogy az egészségügyben folyamatosan újra és újra felhalmozódó, kórházaknál felhalmozódó adósságnak mi a valódi oka. Mennyiben tehető felelőssé érte a kórház, és mennyiben okozza ezt a felhalmozódást az, hogy az egészségügy finanszírozásában vannak problémák. Még dolgozik ezen az egészségügyi államtitkárság, a kormányasztalán egyelőre az e-heti kormányülése még nem volt ez a javaslat, reméljük, hogy a következőre már beérkezik. Én elhiszem, hogy ön nem orvos, meg azt is tudom, hogy ön nem az egészségügyekért felelős államtitkár, ám de. Ha azt hallom egy polgármestertől, hogy 15 millió forintot adományoznak, már rendszeresen, tehát az előző polgármesterek is egy bizonyos kórháznak, mert nincsenek egyszerű eszközeik. Tehát akkor, amikor CT-ről beszélünk, akkor én nekem egész más elképzelésem van, mert van elég gép, csak nincs elég ember, és szerte a világon utána néztem mai beszélgetésünkre készülve, ezek a gépek 24 órát dolgoznak, addig, amíg nálunk luxus körülmények vannak, és maximum 7 óra. Ezek a gépek, amelyek működőképes állapotban vannak, szerte a világon, Amerikától Tel Avivig és Jakartáig
24 órát vannak ott, és nem hónapokat kell várni, hanem elmennek, elkészítik, túl vannak rajta. Nálunk csak 7 órákat dolgoznak. De én nem akarok ilyen szofisztikált lenni, hogy ilyen milliárdos gépekről beszélek, hanem szikék és ötszerek hiányoznak. Ez nekem utopisztikusan hangzik. Akkor, amikor mi támogatunk rászorulókat, orvosi felszerelés, akkor nem hiszem el, vagy nem hihetem el, hogy egy központi kórházban, illetve egy kórházban Magyarországon a minimum felszerelés ne legyen meg. Ilyen jelzés a kormányhoz, hogy minimum feltételek nem állnak rendelkezésre az egészségügyben, ilyen jelzést a kormány nem kapott. Természetesen, mivel ugye csak a jövő évi költségvetésben, csak fejlesztésre, tehát nem az egészségügy működtetésére, hanem a fejlesztésre plusz 40, csak Budapesten 42 milliárd forint áll rendelkezésre, akkor azt gondolom, hogy eszközhiány az nem lehet probléma Magyarországon az egészségügyi rendszerben, és azt gondolom, hogy nem, nincs is ilyen. Akkor mégis miért a kerületek kell, hogy segítsenek ezeknek a kórházaknak, vagy rendelőknek, hogy legyen nekik minimális? Nyilván a jelenlegi egészségügyet, az egészségügyi infrastruktúrát lehet és kell is fejleszteni. Ezért döntött úgy a kormány, hogy 42 milliárd forintot áldoz. Utána a kormány is lehet beteg, és a kormány gyerekei is, meg nagynénje is, mindenki. Így van, tehát minden magyar állampolgárnak biztosítani kell a lehető legjobb egészségügyi ellátást, és nagyon örülünk annak egyébként, hogyha ebben az önkormányzatok is részt tudnak vállalni. Éppen ezért állunk értetlenül azelőtt, hogy a fővárosi közgyűlés tárgyalt egy olyan határozatot, ami arról szólt, hogy ha a kormány egyébként a budapesti egészségügyi ellátás fejlesztésére csak jövőre 42 milliárd forint fordít, akkor a jelenlegi ellenzéki vezetésű fővárosi közgyűlés tegye oda a saját részét. Volt egy ilyen fideszes javaslat, és az ellenzék nem nyújtott be módosító indítványt, hogy 10 milliárd forintot nem tudunk odaadni, csak 5-öt, vagy 5-öt se tudunk odaadni, de legalább 1 milliárd forinttal mi is hozzájárulunk. Adjunk nekik 50 nap life-ot. Még lehet, hogy nem tudják, hogy hol vannak. Ez is lehetséges, csak minthogyha a tettek meg a szavak között nem lenne teljes összhang ebben a kérdésben, de remélem, hogyha a fővárosi közfejlesztések tanácsán végre leülünk, a magyar kormány képviselői leülnek tárgyalni a fővárossal, akkor minden ilyen kérdés végére pontot tudunk tenni. Hosszú heteken keresztül arról beszéltünk, hogy a magániskolák veszélyben vannak. Végül is van-e valami döntés? Hát én csak annyit láttam, hogy egyik legnagyobb magániskola, a Waldorf, azt nyilatkozta, hogy a szabályozás őket hátrányosan nem érinti, tehát itt én problémát nem látok. Tehát annyit jelent, hogy megnyugtathatunk mindenkit, akinek gyermekei magániskolákba tanulnak, hogy így van. Aggodalomna nincs ok, minden a legnagyobb rendben lesz. Így van. A egészségügyi szakpolitikusok többször arról beszéltek velem, hogy vannak olyan oltások, amiért fizetni kell, amire viszont nagyon nagy szükség lenne. Volt már olyan döntése a kormánynak, amiben fizetős helyet ingyenessé tette, de lehet, hogy a mi társadalmunknak nem csak ingyenessé, hanem részben kötelezővé is kéne tenni. Hisz ha nincs a társadalom átoltva kellőképpen, akkor hiába az ön gyereke be van oltva, kaphat valamit a másik gyerektől, aki nincs beoltva. Ez egy olyan egészségügyi szakkérdés, ami azt gondolom, hogy már túllóg az én kompetenciámon, tehát nyilván az egészségügyi államtitkárságot kell megkérdezni az ilyen konkrét szakmai kérdésekben. Ez pénzkérdése, költségvetés kérdése. Ezért mondom, tehát jövő évben csak fejlesztésre 42 milliárd forint áll rendelkezésre. Én, ha jól tudom egyébként, az oltási rendszer az Magyarországon az egyik legelterjedtebb, legkiterjedtebb. Nem csak Európában. Hosszú éveken keresztül, igen. Hosszú évtizedeken keresztül, ezért vannak ugye olyan betegségtípusok, amik tulajdonképpen Magyarországon már eltűntek. Csak a TBC-t említsem példaként. Igen, csak azóta a határok megnyíltak, és a betegségek különben sem, ismernek határokat, viszont egyre többen jönnek, mennek a világba, és olyan betegségekre is újra ki vagyunk téve, ami nálunk már oltást sem használnak ellene. Lásd a TBC.
még egyszer mondom, ez egy egészségügyi szakkérdés, hogyha van ilyen probléma, akkor az egészségügyi államtitkárság ezt meg fogja vizsgálni, és javaslatot fog tenni a kormányra. Még egyszer mondom, a kormány nyitottabban, hogy ilyen kérdéseket kezeljen, hiszen ezek nem olyan tételek, amik egyébként... Akkor maradjunk az egészségügynél. Lehet, hogy az előbb nem túl udvariasan kérdeztem, akkor most megpróbálom nem udvariasan kérdezni. Addig, amíg a főváros vezetése arról beszél, hogy hány gépre van szüksége, addig én arról beszélek, hogy szakemberre, orvosokra van szüksége. Mit tesz a kormány, hisz ez a kormány feladata, hogy vagy hazahívjon, vagy importáljon ilyen szakorvosokat, hogy a meglévő gépeket, hisz nem a gépekben van hiány szerintem, azokat a nap 24 órájában működtethessék, és 24 órán keresztül lesz, ha rendelkezésre áll, akkor körülbelül 3 hónap alatt az én statisztikám szerint, ami nem biztos, hogy pontos, megoldhatunk egy csomó problémát, és nagyon sok ember életét megmenthetjük. Hát a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az egészségügyben dolgozó orvosok és szakdolgozók, ápolók, nővérek, anyagi megbecsültsége az megfelelő legyen, hiszen ők elképesztő munkát végeznek annak érdekében, hogy a magyar emberek meg tudjanak gyógyulni és egészségesek lehessenek. Nyilván ezt anyagi megbecsültségben is illik számukra viszonozni. És ennek érdekében a kormány 2010 óta folyamatosan emeli az orvosbéreket, ennek köszönhetően. Én nem azt mondom, hogy az a szint, ahol most vagyunk, az már maga a paradicsom. Csak annyit mondok, hogy elindultunk egy úton ma, egy 5-7 éves gyakorlattal rendelkező szakorvos, az több mint kétszer annyit keres. Tehát több, mint dupla annyit keres, mint amennyit keresett 10-9 évvel ezelőtt. Értettem. Az orvosok, vagy a nővérek és az ápolók esetében pedig ugye most vagyunk egy béremelési programnak a közepén, aminek a végeredményeképpen 72%-kal fog emelkedni. Van-e valami statisztikák arról, hogy a 9 éves kormány fennállása óta hány embert sikerült hazahoznunk külföldről, hisz a fizetések, ahogy ön mondja, emelkednek, a körülmények sokkal jobbak, akkor mégis hányan tértek vissza? A kormány nagyon sok pénzt és erőt adott erre. Ugye összesített számot tudok mondani, hogy tavaly volt az első olyan év, amikor több magyar jött haza Magyarországra dolgozni, mint amennyien kimentek. Azt gondolom, hogy ez örömteli, és ez is azt mutatja, hogy az az út, amin elindultunk, még messze nem vagyunk a végén, de amin elindultunk, az egy jó irány, ezt kell folytatni, a magas gazdasági növekedést fenn kell tartani, erről szól a gazdaságvédelmi akcióterv, mert csak akkor tud a magyar kormány az állam által fizetett alkalmazottaknak, legyen szó pedagógusról vagy orvosról, fizetésemelést adni, hogyha van magas gazdasági növekedés, tehát ezt meg kell őrizni, ezt meg kell védeni, és hogyha ez így lesz, ezt fent tudjuk tartani, akkor talán egyre többen gondolkodnak el azon, akik ma még magyarként külföldön dolgoznak, hogy hazajöjjenek. A gondolkodásban hozzásegítünk híradónkkal, a pontos idő 8 óra. Most következik a mindentől független, nem csak az időjárástól, hanem az általunk vélt igazságot hirdető híradó is. Nézzék, aztán várjuk Önöket vissza. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt.